semmi sem népszerűbb a világon egy halott zsidónál. És semmi sem népszerűtlenebb a világon egy élő zsidónál. Ez az egy hét, ez 10 év volt az életemből. Én nem a képernyők előtt ültem 7 napon át, és ahonnan át tudtam látni mindent, amit a médiában beszélnek. De az egy kicsit lövöldöztél te is. Hát erről inkább nem beszélnék, ezt hagyjuk. Mondjuk a képekről nem is akarok beszélni, mondjuk hát a szag, amit az ember magával hoz egy ilyen esemény után, akkor az, hogy ott marad az órába egy életre. Vagy látsz ilyen 3 gyerekszéket hátul, és ilyen töltényhüvelyeket a gyerekszéken. Az mit jelent? Tehát gyakorlatilag az egész háborút ebben a kereplővel végeztem, ami itt van a hátam mögött, és csak az utolsó napon sikerült szerezni magamnak egy gépkarabét, amivel tényleg lehet dolgozni. És... Háború, hatások, Európa, a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból a Mandiner felületein. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga külön kiadásának nézőit és hallgatóit. Én Póca István vagyok, a műsor házigazdája, és különleges visszatérő vendégünk van, visszatérő videó szempontból Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő Jeruzsálemből, ha minden igaz. Szervusz, Robi, szeretettel köszöntelek. Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket egy napsütéses Jeruzsálemből. Nagyon furcsa itt lenni újra, rendes irodában, könyvek között, képernyők, kényelmes széken ülni, mikrofonba beszélni, nagyon furcsa, egy ilyen kultúrsok, tényleg egy kultúrsok. De azért jó téged újra látni. Itt az elmúlt napokban tartottuk a kapcsolatot, amennyire tudtuk, elsősorban telefonon, meg különböző ilyen rövid hangüzenetekben tudtunk csak egymással kommunikálni, nem tudtunk igazából videóüzenetet váltani, aminek az oka az, és talán ezt majd te jobban elmondod, hogy nem feltétlenül térerő problémák voltak, hanem nem lehetett videót készíteni. Igen, hát mikor az embert berántják tartalékos szolgálatra, akkor a katonai előírások, utasítások vonatkoznak ránk is, és akkor egyből fölkerül a számítógép. Elő se szabad venni a számítógépet, legtöbbször mondjuk úgy, legalábbis a civil számítógépet. Ha kell, akkor adnak egy katonai számítógépet, aminek nincs kamerája, és a mobiltelefonon is egyből rákerül egy ilyen vörös matrica a kamerára, ami eltakarja, és hogyha az véletlenül lekerül róla, akkor abból bűnvádi eljárás lesz, meg ilyen dolgok. Tehát minden hadseregében igen drákoljak, főleg háború idején igen drákoljak az előírások, és akkor ehhez úgy illik tartani magunkat. És furcsa, civilizált embernek kicsit furcsa érzés az, hogy azt mondják neki, hogy felnőtt embernek, hogy most tedd le a telefonodat, mikor bemész abba az épületbe, és mikor kijössz, akkor egy katonalány visszaadja neked, de különben nincs telefonod, nincsenek flash drive-jaid, nincs semmilyen elektronikus készülék a személyeden, és így tovább. És aztán az ember az megérti, hogy a biztonságát is szolgálja, mert ugyanaz a mobiltelefon, amelyikkel, tudom én, elmés dolgokat lehet közölni a Facebookon, lehetővé teszi a másik fél számára, hogy lekövessék valakinek a mozgását. Kezdjük, vagy folytassuk talán egy sokakat izgató kérdéssel, amivel kapcsolatban nagyon sok érdeklődés érkezett hozzánk, ez pedig egy nagyon egyszerű kérdés, hogy vagy? Jó kérdés, jó összetett kérdés mondjuk, így könnyebbet is lehetne kérdezni. Ezek ilyen vegyes érzések. Van egy régi vicc, ami úgy szól, hogy mi a vegyes érzések meghatározása, mikor az anyósod az 5. emeletről leesik a vadonatúj autódra, amire még nem kötöttél biztosítást, hát ez a vegyes érzéseknek a meghatározása. Tehát nekem engem is ilyen vegyes érzések szakítanak ketté, tehát egyrészt van egy óriási frusztráció, düh, harag, bosszú vágy, ugyanakkor van egy nagy büszkeség is avval kapcsolatban, hogy hogyan reagáltuk le ezt a válságot. Én azt hiszem, hogy előbb-utóbb minden nemzetnek a történelmében szembefut vele egy válság, és akkor a kérdés csupán az, hogy hogyan reagálunk erre a válságra. És te úgy értékeled, hogy jól sikerült reagálnatok erre a válságra? Azt hiszem, hogy mindenképpen. Igen, ott, ahol az intézmények nem jól működnek, ott a társadalom, a nemzet még nagyon-nagyon jól működhetett, és azt hiszem, hogy itt egy példamutatóan működött. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mikor még a hadsereg meg se értette, hogy miről van szó, és csak ilyen információ töredékek szivárogtak ki, hogy valamilyen támadás alatt áll valamelyik kibuc, vagy valami ilyesmi, akkor az emberek az ország különböző pontjáról spontánul fogták a fegyverüket, fogták a harcfelszerelésüket, és elmentek harcolni. Tehát nem vártak se behívóra, se a fogorvosi biztosításra, se a, tudom én, a többi papírmunkára, hanem egyszerűen elmentek, és ott, ahol, és az ágyúszó felé haladtak, mondjuk úgy,
és bekapcsolódtak a harcokba, sokan így is estek el. A tartalékos katonákat illeti, itt nem kellett kávéházakba fogdosni az embereket, és senki nem úszta át a Tiszát. A legtöbb alakulatban ilyen 150-200%-os feltöltődés volt, nem volt hova tenni a tartalékosokat. Egy részét haza kellett küldeni, engem is hazaküldtek egy hét után, és egyszerűen túl sokan jelentkeztek, tehát nem volt elég matrac, nem volt elég hálózsák, olyan sokan jelentkeztek, és az állományi részét egyszerűen haza kellett küldeni, mert így is több mint 400 ezer tartalékost mozgósított Izrael, és ez egy sokkal kisebb ország, mint Ukrajna. Tehát ne felejtsük el, hogy itt ilyen Ukrajna nagyságrendű mozgósítás történt nem másfél év alatt, hanem tudom én, egy nap alatt, vagy két nap alatt, 36 óra alatt, és nem az odesszai kávéházba kellett lasszóval fogni az embereket. Nagyon érdekes, amit mondasz, abból a szempontból, hogy az európai gondolkodásból inkább az következik, hogy az embernek a reakciója, az első reakció az az lenne, hogy ahol hallja az ágyú szót, ahol hallja, hogy lőnek, inkább messze próbálják kerülni azt a helyet, és hát várja, hogy a biztonsági erők megjelenjenek és bevessék magukat, akik fegyveresek és fegyverrel rendelkeznek. Én azt hiszem, hogy ha van egy nagy tanulsága ennek a tragédiának, akkor az az, hogy igazából nem lehet számítani senkire. Tehát az állam nem azért van, hogy megvédje minket, mi vagyunk itt azért, hogy megvédjük az államot. Tehát a helyzetek teljesen fordítottak. Ne várjunk el semmit az államtól, az egyénnek a maga szintjén föl kell készülni arra, hogy megvédje magát, a családját és az államát is, és ugyanakkor a közösségnek is föl kell lennie készülve a úgy egy háború esetén, mint egy természeti katasztrófa esetén, hogy az első órákban, talán az első napokban semmit nem fog kapni az államtól, és minden belső erőforrásokból kell megoldania. És én tudom, hogy az európai ember nagyon hozzászokott a dadus államnak a koncepciójához, amelyik a bölcsőtől a sírig elkíséri, ápol és eltakar, ez a valóságban ez nem működik. Ha tényleg probléma van, akkor az ember csak magára számíthat, a családjára, a közösségére, a barátaira, és ezt látunk ebben a háborúban is. De nekem voltak olyan az egyik kollégámnak az édesanyja ott volt az egyik ilyen kibucban, és ott rekedt a támadás alatt, és a terroristák ott mászkáltak és gyilkoltak, és akkor a haverom, két másik haverről fogta magát, fölugrottak egy terepjáróra, fegyverekkel, harcfelszereléssel, a hadsereg oda mentek, és kihozták a mamát. És útközben, akit le kellett fektetni, azt lefektették, és el van intézve. Nincs itt semmi probléma. Ez egy ilyen közel-keleti virtus? Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen közel-keleti virtus, igen. Ez a sivataknak az etosza, hogy a végső soron a beduin, és mi is tulajdonképpen egyfajta szofisztikált beduinok, Európát megjárt beduinok vagyunk, hogy tulajdonképpen csak magára számíthat, és arra az elrettentésre, meg arra a rechtre, amit kreál magának ott a sivataknak azon a részén, ahol lakik. Hogyha van rechted, akkor senki nem mer veled szórakozni. Ha nincs rechted, akkor az egy probléma. És végső soron ez a lényege mindennek. Tehát én hallgattam nagyon az utóbbi pár napban hallgattam nagyon kifinomult elemzőtől, nagyon kifinomult elemzéseket, nagyon bölcs elemzéseket, itt végső soron a beduinnak a becsületére lehet redukálni ezt az egészet. Ez ilyen egyszerű. Hogyha nem félnek tőled, akkor bárki megteheti veled azt, ami megtörtént. Ha pedig tartanak tőled, akkor senki nem mer megközelíteni, és hogyha most történt is egy zavar az erőben, akkor most helyre kell állítani a dolgokat, és meg kell mutatni mindenkinek, hogy ebben a beduinnal senki nem szórakozik. Említetted, hogy nagyon hatékony, nagyon határozott volt a válasz, és hogy alapvetően elégedett vagy, és elégedett az izraeli társadalom a gyors reakcióval. De mi a helyzet a támadásnak a megelőzésével? Ott, mintha azért nem lenne ekkora elégedettség. Nem, én a reakcióval sem vagyok teljesen megelégedve. Én azt mondtam, hogy teljesen meg vagyok elégedve a társadalomnak a válaszával. Ez nem azt jelenti, hogy meg voltam elégedve az intézményeknek, azoknak az intézményeknek a válaszával, meg a reakciójával, akik ezért kapnak fizetést, mondjuk. Nagyon sok ember van, aki azért kap fizetést, hogy ez ne történjen meg, és ha már megtörténik, akkor hatékonyan válaszoljanak rá, és ez nem történt meg. Ez nem történt meg. Tehát amivel meg vagyok elégedve, az a társadalomnak a spontán szerveződése és a spontán válasza. Az intézmények működésével egyáltalán nem vagyok megelégedve. Van esetleg egy ilyen politikai vagy biztonsági elszámoltatási hangulat? Hogy az emberek szeretnék látni, hogy akkor idézőjelben mondom, mert kellemetlen egy ilyen szituációban ezt a szóhasználatot alkalmazni, de hogy hullanak a fejek, és ők következménye van annak, hogy benézték.
Hát először is a fejek hullani fognak, abban kapcsolatban nekem semmi kételjem nincs, és ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy abban is tisztában kell lenni, hogy itt egy olyan hírszerzési biztonsági koncepciónak az összeomlásáról van szó, ami hosszú időn át működött, és aztán összeomlott, és ez a koncepció, ez egy általánosan elfogadott koncepció volt. Átívelt politikai táborokon, katonai, mondjuk úgy, hogy klikkeken, vagy biztonsági klikkeken, tehát mindenki részese volt ennek. Tehát ezt úgy beállítani, hallottam ilyen elemzéseket, úgy beállítani, mint egy bizonyos politikai irányzatnak, vagy egy bizonyos személyeknek a személyes kudarcát, ez egyszerűen nevetséges. Itt az egész establishment, az egész apparátus rendszer szintű kudarcáról van szó, és ezt nem azért mondom, mert mostatni akarnék bárkit is, teljesen egyértelmű, hogy nem, ezt inkább másképp mondanám. Tehát van itt két fogalom, amivel tisztában kell lenni. Van a felelősség, és van a bűnösség, igen, mondjuk, hogy a bűnösségnek a fogalma. Tehát a két dolgot kell választani egymástól. Felelősnek mindenki felelős. Tehát, hogyha a vezérkari főnököt kinevezték volna 3,5 perccel a támadás előtt is, ő leült abba a székbe, amire arra van ráírva a háttér, hogy én vagyok, kérem szépen, a vezérkari főnök, akkor ő felelős még akkor is, hogyha nem bűnös. Hogyha egy olyan miniszterelnök ül le a székbe, aki soha az életében előtte nem volt miniszterelnök, és mondjuk egy ilyen Elon Musk típusú figura, aki egy teljesen más világból jön, abban a pillanatban, hogy leült a székbe, ő felelős mindenért, ami ott történik. Akkor is, hogyha esik a nap, és azért is, hogyha esik a nap, és azért is, ha esik az eső, vagy azért is, hogyha süt a nap. Ő felelős, értem, hogy ki a bűnös ezekben a dolgokban, az egy teljesen más kérdés. És majd gondolom lesznek vizsgálóbizottságok, amik ezt eldöntik. Én úgy gondolom, hogy a maga szintjén valahol mindenki felelős ebben. Tehát nem kell feltétlenül a legmagasabb szinten keresni a felelősséget. Itt vannak egész minimális szinten, vannak hadosztályparancsnokok, vannak az ő beosztottjaik, az ő közvetlen feletteseik, tehát vannak dolgok, amiket nem kell feltétlenül a pápa őszentségéig kergetni, és ott keresni a felelősségeket. És van felelősségkeresés, vagy felelősséghárítás esetleg politikában a biztonsági szervek részéről? De per pillanat senki nem foglalkozik ebben, tehát létrehoztak egy nemzeti egységkormányt, amiben beléptek a centrista párt is belépett ebbe a kormányba, és most mindenki erre koncentrált. Tehát, hogy más nem mondjak, az utóbbi évtizedek vezérkari főnökeinek a nagy része vagy benne ült a kormányban, vagy most csatlakozott a kormányhoz. Tehát ezt kicsit úgy is mondhatnak, hogy kutyaharapás szőrével. Tehát azok, akiknek az őrszolgálata alatt ez bekövetkezett, nekik kell ezt most kijavítani. Tehát akkor, lehet, hogy akkor vezérkari főnökök voltak, és most pedig politikusok, de nekik kell ezt kijavítani, amit elvétettek. És a társadalom részéről érzékelhető egy ilyen várakozás, vagy nyomás, hogy szeretnék látni, ki a jellemzően gondolom egy személyi felelős, mert általában azért, és Európában sokszor egy személyi felelős szeretnek látni, hogy ő az az ember a bűnös, ő miatta van minden. Először is a társadalom most nem ezzel foglalkozik. Az egyetlen dolog, ami foglalkoztat minket, az, hogy most meg kell nyerni egy háborút. És nem csak meg kell nyerni simán egy háborút, hanem el kell venni a kedvét a hasonló kalandoktól az egész környéknek. A környék összes többi játékosának el kell venni a kedvét a kalandoktól, és be kell nekik bizonyítani azt, hogyha ők úgy gondolták, hogy ők örültek, akkor mi sokkal örültebbek vagyunk náluk. Tehát most erre koncentrál most per pillanat a társadalom, és aztán majd a politikai elszámoltatás az be fog következni, az meg a szakmai elszámoltatás. Tehát itt van itt egy igen komoly szakmai probléma is. Tehát én azt hiszem, hogy nem lehet mindent a politikusokra tolni, minden felelősséget. Van nekünk a szakembereknek van egy szakmai felelősségünk is. Magyarországon megjelent egy közvéleménykutatás, amit Izraelben készítettek, amiből az derült ki, hogy minden 5 emberből 4 a Netanyahu kormányt támadja, és azt mondja, hogy a kormány a felelős. Akkor nem érdemes ezekre figyelnünk? Én nem tudom, én nem foglalkozok közvéleménykutatásokkal, engem ez soha nem érdekel, se Ukrajnában, sem Izraelben. A nyugati ember lelkülete annyira csapongó, annyira szeszélyes, annyira változóak ezek a vélemények, és én azt hiszem, hogy van egy remek intézmény, amit úgy hívnak, hogy az urna. A választás. Kitaláltuk ezt az intézményt, és azt hiszem, ez az a pillanat, ez az egyetlen közvéleménykutatás, ami valóban számít. Tehát rengeteg közvéleménykutatás van, végső soron látjuk, hogy amit az urnába bedobnak, az egyetlen közvéleménykutatás, ami valóban fontos. Minden más, az,
az változó, minden más változó. Van itt egy fontos kérdés, azt mondtad, hogy a nyugati ember, az izraeli ember, nyugati ember, vagy keleti ember? Izrael két világnak a mesdjéjén van, két világnak a határán helyezkedik el, épp úgy, mint mondjuk Románia, vagy Ukrajna, vagy talán Törökország. Tehát van egy sor ilyen állam, amiket kettévág tulajdonképpen ez a határvonal, a civilizációk közötti határvonal, ugyanakkor Izrael egy külön civilizáció is. Tehát ezt nem én mondom, ezt Huntington mondta. Tehát Izrael eleve egy külön civilizáció, és ezen a civilizáción belül vannak olyanok, akik közelebb vannak a nyugati civilizációhoz, vannak, akik közelebb vannak a keleti civilizációhoz. Tisztában kell lenni avval, hogy a lakosságnak a többsége az nem európai, és nem idézőjelbe téve fehér ember, hanem afroázsiai, és épp olyan fejlődő országból származik, mint mondjuk Pakisztán vagy India. Tehát nagyjából ezekkel az országokkal együtt született meg Izrael, és ha nem a politikai divatokat követnénk, hanem objektíven néznénk a dolgokat, Izrael tulajdonképpen az el nem kötelezett tábornak, a harmadik világnak kéne a része legyen, talán épp úgy, mint India volt az 50-es, vagy a 60-as, 70-es években. Személyes kérdés jön, te hova sorolod magad? Melyik táborhoz? Nyugat, kelet? Hát én tudom, hogy most sokan gyűlölni fognak érteni, egyértelműen nyugat hívő vagyok, én egyértelműen a nyugati civilizációhoz szeretném közelíteni Izraelt, ugyanakkor ez a nyugat, amiben én hiszek, az egy ilyen idealizált nyugat, az, ami volt talán valamikor, nem az az irány, amiben a nyugat, ami felé a nyugat halad most. Tehát én azt hiszem, hogy a klasszikus zsidó-keresztény értékekben hiszek, a klasszikus liberalizmusnak az eszméiben hiszek. Manapság, aki liberális, valójában liberális, egyetlen egy kiútja van, egyetlen egy megoldás van számára, az, hogy konzervatívá válik. Egy ilyen érdekes paradoxon, amit találtam, Ken Dennis Prager azt mondta, hogy liberális vagyok, ezért lettem konzervatív. A nézők, hallgatók kedvéért mondom azt, hogy a több beszélgetést folytattunk már a napokban, és az egyiknek egy nagyon részletes interjús leírását az e-heti Mandiner heti labban tudják már a nyomtatott verzióban olvasni. Ott már érintettünk bizonyos kérdéseket, és ott már érintettük ezt a kérdést, hogy nyugat, nem nyugat, felelősség, nem felelősség, és hát azért mégiscsak itt ez a terror támadás, vagy háború, nem tudom, hogy ti hogy hívjátok, akkor egy pillanatra itt álljunk meg, hogy ti hogy nevezitek ezt? A háborúnak a héber neve az a vaskardok háború, ez a neve ennek az akciónak, vaskardok akció, vagy vaskardok háború, és az El Aqsa, a templomhegyi mecset neve, az El Aqsa mecset, az El Aqsa özönvíz, tehát ez az arab neve ennek, ez a Hamas által emlegetett neve ennek a háborúnak, így hívják ezt a háborút. És akkor háborúként tekintetek rá, vagy főleg te szakmailag, vagy inkább terrorcselekményként? Nem, ez egyértelműen háború. Tehát itt van egy tévedés, és ezt agyon kell ütni minél hamarabb. Tehát van egy ilyen elképzelés a nyugati világban, talán Magyarországon is, hogy van egy kicsi kis Gáza, csupa kerekfejű, szimpatikus emberkével, akik semmi más nem akarnak, csak venni a kis táskájukat, elmenni dolgozni a hengernyomó művekbe, hazajönni, megpuszilni a feleségüket, meg a gyereküket, leülni a tévé elé, megnézni a tévéhíradót, meg a tévémacit, aztán lefeküdni, aludni. Tehát így képzelik el Gázát, és akkor van két-három rossz ember ott, ők a Hamas, ők a terroristák, és ők csinálják ezt az egész szörnyűséget. Hát ez nem így van. Meg van egy rossz ember, a Izrael, nem? Ebben a képletben. Ja, igen, abszolút igen. És a kollektív rossz ember, igen. Tehát valahogyából így képzelik el a dolgot. Nem tudják megérteni azt, hogy itt van körülbelül 2,5 millió ember, akik kitermeltek magukból 1500 öngyilkos merénylőt. Hát ezek, akik átjöttek Izraelbe, ezek olyanok voltak, mint az a magányos öngyilkos merénylő, aki Nizzában belehajtott a tömegbe, és elgázolt 80 embert, vagy aki ott Berlinben ledöfött 5 vagy 6 nőt, vagy ezek a dolgok, csak ez megszorozva 1500-szal. 1500-szal. Oké, 1500-szal, tehát van egy ilyen piramis, van egy 2 milliós nép, és ez szépen lassan kitermelt magából 1500 ilyen martalócot, akik hajlandók voltak elpusztulni. Megfigyeljük azt, hogy hogyan harcoltak. Az előkészítés az akciónak egy nagyon alapos katonai hírszerzési előkészítése volt. A végrehajtásnak a módszertana, pedig nem háborús, nem egy katonai módszertan volt, nem egy katonai logika szerint, hanem teljesen terror módszertan szerint, és ezt olyanként mondom, hogy ott voltam, és láttam ezeket a dolgokat. Tehát engem néha meglep, talán itt, ha nyithatnék egy zárójelet,
én is, mint sok más magyarországi elemző, meg nyugati elemző, ugyanazokból a Telegram csatornákból, ugyanazokból az elemzőkből táplálkozunk. Elolvastuk az elemzéseiket, a híreiket a Telegram csatornákon, és akkor ebből készítettük az elemzéseinket itt, mondjuk a Mandineren, vagy az Ultrahangon, vagy a többi csatornán, és akkor most ugyanezektől az elemzőktől azt olvasom, mit írnak Izraelről, és azt mondom magamnak, atya úristen, mekkora, hogy mondjam, az, hogy marhák, az egy understatement. Hogy először is hülyeségeket beszélnek, másodszor fogalmuk nincs, harmadszor egy morális szörnyetegek is, de ezt félre lehet tenni, ez kevésbé releváns. És most föltevődik a kérdés, hogyha Izraellel kapcsolatban mennyire tájékozatlanok, és ennyire nem értik a pályát. Most nem arról beszélek, hogy kinek drukkolnak, hogy mennyire nem értik a vonalakat, most akkor mennyire érthetik Ukrajna és Oroszország háborúját, és ezektől az emberektől próbáltunk tanulni. Tehát néha fogom a fejem, hogy te úristen, hogy ezekre az emberekre hallgattam. Tehát ez volt a zárójel, amit ki szerettem volna nyitni, és most lezárom a zárójelet, és visszatérve a háborúra, a végrehajtásnak a logikája az egy ilyen terror logika volt, tehát betört körülbelül 1500 terrorista, ezeket szinte mindegyiket megöltük, tehát voltak, akik visszamentek a túszokkal, a többiek nagy részük meg se próbált visszatérni, ott, ahol harcoltak, ott haltak meg, de nagyon érdekes, nem próbáltak területet elfoglalni, beásni magukat, lövészárkokat ásni, megtartani egy kibucot, nem, harcoltak, és nem harcoltak egy katonai kontingensként, tehát mint egy gyalogezred, vagy mint egy gyalogdandár, hanem úgy harcoltak, mint terrorcsoportok, megpróbáltak minél több civilt megölni, megpróbáltak elrabolni embereket, hát látjuk ezeken a térképeken, amiket a testükön találtunk, most is érzem a tapintását annak az érdes papírnak, amire nyomták ezeket a térképeket, és akkor látszik a városnak vagy a településnek a térképe, és akkor ott van rajta az iskola, meg a zsinagóga, és egy nyilak vannak, hogy elsősorban oda kell konvergálni, azokat kell megtámadni először. Tehát sokszor meg se próbáltak elmenekülni, harcoltak, ameddig harcoltak, és egy részük megadta magát, utána is a legtöbbet pedig megöltük ott, ahol voltak. A holttesteik még mindig ott vannak a területen, mindig nem találtuk meg mind az 1500 körül sikerült megszámolni a holttesteket, még mindig vannak a terepen, még mindig keresik őket, és tehát a logikája a támadásnak egy ilyen ISIS, egy ilyen iszlám állam típusú terror támadás volt. Tehát igen, hogy háborút mondtál, ez nem egy háborús logika, amit most látunk, hogy iskolákat meg zsinagógákat támadtak. Mondjuk úgy, hogy a háború egy politikai célt szolgál, a terrorizmus egy politikai célt szolgál. Egyszerűen a módszertan, amit alkalmaztak, az nem a katonai doktrinális anyagokból ismert módszertan, amit tudom én, Resperger ezredes úr tanította a katonai akadémia, nem ez szerint a módszertan szerint harcoltak, hanem az szerint, amit az iszlám állam tanított az iszlám államnak az akadémiáin, és ezt mesterfokon hajtották végre. Akkor nekik ez a háború? Én azt hiszem, hogy ezzel próbáltak a politikát elérni. Ezzel próbáltak a maximális politikai hatást elérni. A cél nem egy katonai hatás volt, és nem a terület elfoglalása, nem az volt, hogy kihasítsanak egy darabot Izraelből, hanem hogy a maximális politikai hatást érjék el, és én azt hiszem, hogy bizonyos szinten, amit látunk, az egy katasztrofális siker, tehát messze túltolták, messze nagyobb sikert értek el, mint amire számítottak. Itt térnék vissza arra a gondolatmenetre, amiben belekezdtem, vagy belekezdtünk a korábbi beszélgetésünkre visszautalva, hiszen azért azt mondtad, hogy te a nyugati világ, egy idealizált nyugati világban hiszel. És ez az idealizált nyugati világ, mintha eljött volna. Méghozzá azért, mert ez a nyugati világ most teljes mértékben, legalábbis első körben teljes mértékben úgy tűnhet, hogy Izrael mellé állt. Ilyen támogatásról Izrael nem is tudom, hogy mikor tudott utoljára beszámolni. Vagy te nem így látod? Hát én egyáltalán nem így látom. Én azt hiszem, hogy semmi sem népszerűbb a világon egy halott zsidónál. És semmi sem népszerűtlenebb a világon egy élő zsidónál. Tehát én ezt így látom, ezt a dolgot. Nagyon könnyű halott zsidókkal azonosulni, erre szocializálódott az egész nyugati világ az utóbbi 70-80 évben, és tovább arra szocializálódott, hogy vagy kritikus, vagy elítélő, vagy nagyon kettős mércét alkalmazó legyen az élő zsidókkal kapcsolatban. Nagyon hamar fogjuk látni, milyen hamar átvált ez a dolog. Igen, igen, érdekes megfigyelni, hogy ha figyeljük az eseményeknek a sequence, a sorozatot, akkor volt először egy terrortámadás, utána jött Izrael elítélése a progresszív médiában, meg az egyetemeken, meg a stb., és csak utána jött az izraeli válasz. Tehát az Izrael elítélése még megelőzte az Izrael válasz csapását is. Tehát ez a legérdekesebb az egészben. Tehát reflexíven
elítélték azokat a csecsemőket, akiket inkább nem mesélem ezt a dolgot. Ezt megfogadtam, hogy nem fogok ezekről a dolgokról beszélni soha. Pedig ez eléggé bejárta a nemzetközi médiát ez a vita, hogy azt állították, hogy Izrael tulajdonképpen csak felhasználja ezt a támadást, és egy olyan képet próbál festeni a Hamászról, ami nem valós kép, tehát valójában ők nyilván ennyiben ennyi terrortámadást követtek el, elítéljük, nem volt szép dolog, de hogy amúgy nem olyan kegyetlenek. Nem olyan kegyetlenek? Ja, persze, természetes. Akarok valamit mondani ezzel kapcsolatban. Van a pszichológiában egy olyan fogalom, hogy projekció. És mikor hallottam olyan elemzőket, akiket követünk, tulajdonképpen én is, meg a többi Magyarországon szereplő elemző is követjük ezeket a nyugati elemzőket, olyanokat is állítottak, hogy ez tulajdonképpen Izrael maga hozta létre ezt az egészet. Tehát maga Izrael tette lehetővé azt, hogy ez a támadás bekövetkezhessen, és emlegette különböző személyeket, a miniszterelnök személyét, hogy nagyon kapóra jött neki különböző, és akkor itt jön egy ilyen mentális gumiemberkedés, amivel megpróbálják magyarázni azt, hogy mi volt az oka annak, hogy lehetővé tették, hogy ez létrejöjjön, és komolyan hisznek benne. Most az, hogy ez egy groteszk gondolat, és elég őrült elme kell legyen, aki ilyesmire gondol, különösen ismerve Izraelnek az étoszát, és ismerve itt a miniszterelnökünk, az a vezérkarnak a kommandójában volt tiszt, meg minden. Tehát ezek az emberek a hús a húsunkból és vér a vérünkből a politikai vezetők. Tehát nem olyanok, akik egy felsőbb kasztból jönnek a lordok házából, és akkor úgy uralkodnak rajtunk, ezek hús a húsunkból és vér a vérünkből, ez az egyik. A másik pedig az, hogy akik ilyen elméleteket tartanak valószínűleg, azok valószínűleg a saját államukban teljesen elfogadhatónak tartják azt, hogyha ők lennének uralmon, hogyha neki kapóra jön az, hogy egy ilyen akciót lehetővé tegyenek, akkor lehetővé tennék. Tehát én azt hiszem, hogy már maga az, hogy el tudják képzelni ezt a dolgot, és valós forgatókönyvként mutatják be, azt jelenti, hogy ilyen eszközökkel operálnak, hogy fognak operálni, hogyha ők kerülnek uralomra valamit. Itt most arra gondolsz konkrétan, hogy azokról az összeesküvés elméletekről, hogy valójában szándékosan megengedte a politika, vagy szándékosan odaszólt a politika a hírszerzésnek, meg a hadseregnek, hogy ne avatkozzatok be, hagyj törjenek be Izraelbe, mert akkor nekünk tök jó politikai hasznunk lesz ebből. Igen, pontosan, pont erre gondolok, és aki ilyeneket állít, az nyilvánvaló, hogy egy konteó elméletekben hívő őrült, az az egyik dolog. A dolog pedig az, hogy a nagyobbik probléma az, hogy őrültnek lenni egy egyetemes szabadságjog. Tehát hajlandó vagyok meghajlani bárkinek a jogáért, hogy hülye legyen. Nem ez a probléma. Itt a probléma az, hogy azok, akik ilyeneket állítanak, fogalmuk nincs arról, hogy hogyan működik a kollektív döntéshozatal Izraelben. Tehát láttuk azt, hogy a libanoni háború alatt ilyen dandárparancsnoki rangú tisztek, hogyha olyan parancsokat kaptak, amivel morálisan nem értettek egyet, akkor abban a pillanatban odavágták a rangjukat, és elmentek a tévéstúdiókba beszélni. Tehát ha valaki elképzelhetőnek tartja azt, hogy a miniszterelnök és körülötte egy szűk klik képes lenne egy ilyesmit megtenni egy demokratikus államban, az egyszerűen nem ismeri itt az országnak a belső berendezkedését. Nem ismeri, hogy működnek a dolgok itt. Egy háborút se, a miniszterelnök önmagában egy háborút se indíthat. Tehát meg kellett várni, még összehívják a kabinetet, van egy háború. Kabinet, a törvény kötelezi a miniszterelnököt arra, hogy összehívjon egy háborús kabinetet, és csak a kabinet dönthet a háborúról. Se a hadügyminiszter, se a miniszterelnök, se a vezérkari főnök nem hirdethet háborút, még egy ilyen korlátozott háborút semmi, amit az amerikai elnök meghirdethet 90 napig. Tehát itt ez nem működik. Őrültnek lenni emberi dolog, ezt mondtad. A terroristák őrültek? Én azt hiszem, hogy én nem hiszem, hogy őrültek lennének. Én azt hiszem, hogy ha megértjük az ideológiájukat, ha megértjük az ideológiájukat, onnan automatikusan következik az egész. Tehát a problémánk az, hogy mi azt mondjuk magunknak, hogy tehát valójában nem is gondolják komolyan, ez csak úgy kifelé, ezt csak úgy mondják, hogy mert jópofák akarnak lenni a saját közönségük, ezek ilyen propaganda dolgok, de valójában ők is mit akarnak igazából, tulajdonképpen akarnak ők is, tudom én, mint bizonyos kelet-európai politikusokat Magyarországtól keletre, nem akarom őket fikázni, abban akarnak, tudom én, Monakóban egy villát, vagy tudom én, a Bahamákon egy villát, meg egy jachtot, meg ilyen dolgokat. Hát ezt akarják ők is, nem akarnak sahidok lenni, nem akarnak mártírok lenni szent háborúban. És ez a nagy tévedés, hogy ezek az emberek azok akarnak lenni. Ha megvizsgáljuk, hogy ki volt az a 20 ember, akik a 9-11-et megcsináltak, ezek nem az éhenhalás szélén álló tevepásztorok voltak, tudom én, az afgán hegyekből. Ezek jó családból való, sokszor gazdag családból való úrifiúk voltak, akik elvégezték a pilótaiskolát, és ha csak pilótaként elmennek dolgozni, egy nagyon jó megélhetést biztosíthattak volna maguknak és a családjuk számára egész életükre, de nem ők ellenére azt választották, hogy öngyilkos terroristák lesznek, és meg kell érteni. Abban például megértjük a, a,
az ideológiának a gyökereit, onnan megértjük az egészet. Abból a célracionálisan következnek a cselekedetek, amik nekünk őrültnek tűnnek. Nincs bennük semmi őrültség. És a terroristák, akik most elkövették ezt a merényletet, a hamaszosok, ők lehet tudni, hogy milyen családból származnak, milyen háttérből jönnek. Esetleg volt személyes benyomásod, akár a harcok során látva őket, akár a holtestüket látva? Ami teljesen egyértelmű, hogy volt két csoport, amit én láttam mondjuk, hogy nem akarok általánosítani, és minden, amit mondok, tehát szeretnék egy caveat emptor, hogy mondjak itt, a vevőnek megfelelő óvatossággal kell kezelni azt, amit mondok. Mert én nem a képernyők előtt ültem 7 napon át, és ahonnan át tudtam látni mindent, amit a médiában beszélnek, vagy ez vagy az a politikus nyilatkozott. Tehát sok esetben egy szalmaszálon keresztül néztem ezt az egészet, és ebből kifolyólag a következtetéseim is eleve korlátozottak. Tehát azt hiszem, hogy ezt ki kell mondani. Ezt ki kell mondani, hogy van itt egy korláta, vannak objektív korlátai az elemzésem, de amit én láttam, volt két csoport. Voltak a Hamász elit alakulatának a katonái, tehát ez mondjuk a fele annak a tömegnek, ami áttört a határon, és hozzájuk csapódott egy halom martalóc, meg egy halom gangster, nem tudok más fogalmat használni erre, akik csatlakoztak hozzájuk, és velük együtt harcoltak, átömlöttek ezeken a réseken, és itt is ezen is látszik az, hogy mennyire nem hatékony, és mennyire nem professzionális, legalábbis a civil, meg az adminisztratív téren a Hamasznak az uralma, még akkor is, hogyha ezt az akciót nagyon profin végrehajtották. Látjuk azt, hogy nem kontrollálják teljesen a saját lakosságukat, és ezt tette lehetővé az, hogy ezekhez a profi terroristákhoz mindenféle alkalmi terroristák is csatlakozzanak. Hány százaléka volt profi a terroristáknak? Hát az előbb 50%-ot mondtam, talán több, szerintem inkább 2/3-ról beszélnék, és hozzájuk csatlakoztak olyanok, akik utánuk lépték át a határt, és ők voltak azok, akik elvitték a tuszoknak egy részét, ez a civilek. Látjuk, hogy sokszor nincs fegyverük sem, motorbiciklire fölpakolnak egy nőt, és elviszik. Tehát akkor a túszszedés az nem volt célja feltétlenül az akciónak? Én azt hiszem, hogy a túszszedés célja volt, de nem ebben a volumenben. Tehát én azt hiszem, hogy ez az egész akció, az egész egy nagyságrendekkel nagyobbra sikerült, mint amilyenre a Hamas számított, és én azt hiszem, elsősorban őket lepte meg ennek az akciónak a sikere. Ez az, amit a stratégiai tanulmányokban katasztrofális sikernek hívnak. Mikor el akarsz érni egy bizonyos hatást, de a hatásnak a sokszorosát éred el, és akkor ebből ez visszaüt tulajdonképpen, és akkor ez olyan politikai folyamatokat indít be, ami igen, igen fatális lehet, és nem kizárt, hogy ezt fogjuk látni ebben az esetben is. Most a nemzetközi politikai hatásokra gondolsz, hogy milyen sokan elítélték? Ja nem, hát ki a fenét érdekel? Gázában tényleg a lőtéri kutyát nem érdekli az, hogy tudom én, valami jófésült európai úriember mit gondol róluk. És az igazság az, hogy Izraelben is igen keveseket érdekel most, hogy egy jófésült európai úriember vagy egy úrilány mit gondol rólunk. Ők meg el akarták végezni, amit akartak, mi pedig el fogjuk végezni, amit el kell végezni. De az csak érdekli őket, hogy mennyi pénz érkezik mondjuk Európából. És erről korábban már beszélgettünk, de azért újra érinthetjük ezt a kérdést, hogy az Európai Unió vonakodva kicsit furcsán, kicsit sután, de azért a támogatások egy részét leállította, Németország meg Ausztria meg kifejezetten azt mondta, hogy stopp az összes támogatásnak, ami a palesztinok irányába megy. Igen, de hát ez szerintem csak egy ideiglenes dolog. Én azt hiszem, hogy a gázaiak teljesen tisztában vannak avval, hogy a legfőbb támogatójuk az Irán és nem Európa. Az európai támogatás közvetlenül érkezik hozzájuk. Tehát tisztában kell lenni abban, hogy a palesztin autonómia, itt nem a Hamaszról beszélek, hanem a palesztin autonómiáról, a békepartnerünkről beszélek. A békepartnerünk gyakorlatilag vérdiat küzdött ki minden zsidónak a fejére Izraelbe. Miért hívom ezt vérdénak? Azért, mert ha jön egy Hamas terrorista, vagy egy bármilyen másik szervezethez tartozó terrorista, lehet az iszlám állam, lehet a Fatahnak az egyik frakció, és megöl egy zsidót, és a börtönbe kerül, akkor örök életén át folyamatosítani fogja neki a palesztin autonómia
a nyugdíjat, vagy a, tudom, egyfajta nyugdíjat, vagy fizetést, kicsit úgy, mintha egy nyugalmazott katonatiszt lenne, vagy egy nyugalmazott szakszolgálat is lenne, és akkor békében és áldásban töltötte a napjait a kínzókamrájában, vagy az irodájában, vagy a vallatószobában, és akkor most elmegy nyugdíjba, és akkor most az autonómia fizeti neki a fizetését, és pont úgy egy ilyen terroristának is az élete végéig folyamatosítják ezeket a pénzeket, és ha esetleg meghal az elkövetés, megölik az elkövetés alatt, akkor a családja kapja ezeket az összegeket. Most és hősként tekintenek rá? Abszolút hősként tekintenek rá, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ennek a vérdíjnak egy jelentős részét euróban van kifizetve. Tehát a palesztin autonómia azoknak a segélyeknek egy részét, amit nyugatról kap, erre fordítja. Most bocsánat, arra, de ezzel azt is mondod, hogy mi magyar adófizetők is pénzeljük a terroristákat? Ja persze, hogy ne, abszolút. Tehát nem csak, hogy pénz, tehát teljesen egyértelmű, hogy a te fizetésedből egy bizonyos százalék a palesztin autonómia megsegítésére megy, ennek egy bizonyos százaléka a terroristák nyugdíjára, végkielégítésére, a családjaik megsegítésére, stb. Azzal, hogy Magyarország befizet az EU-s kasszába, az EU-s kasszából meg megy támogatás, ezzel egy egyértelmű sort látsz, ami oda vezet, hogy akkor a egyes magyar adófizető állampolgár, mint mondjuk én tőlem, lényegében pár forint, de csak eljut a terroristákhoz. Jól értem? Hát én most nem írtam le a bankjegyeknek a sorozatszámát, de hogyha belekerül abba az európai kasszába egy pénz, belekerülnek magyar pénzek, és onnan az Európai Unió átutal összegeket a palesztin autonómiának, a palesztin autonómia ezeknek az összegeknek egy részét a terroristáknak a nyugdíjára, meg a fizetésére fordítja. És ez egy természetes dolognak veszik, és ez egy olyan dolog, amit gyakorlatilag senki nem, teljesen elfogadja mindenki. Tehát most ez kicsit olyan, mintha most, hogy Ukrajnában voltak ezek a halállisták, mintha, tudom én, ilyen halállistákat tűznének ki különböző magyar személyiségeknek a fejére, és mikor egy ilyen ukrán elkövető megöl, vagy ukrán állam folyamatosít neki nyugdíjat, meg valami ilyesmit. De Magyarország hogy állna ehhez hozzá? Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, ami a nyugati pénzeket illeti, Barack Hussein Obama úr annak idején raklappal szállította a pénzt Iránba. Most Biden elnök szintén volt ez a fogoly, ez a TUSZ ügylet az irániakkal, mikor egyszerűen lefizették az irániakat, protection-t fizettek az irániaknak, hogy elengedjék a TUSZ-okat, és feloldottak egy sor korlátozást az iráni energia export. Most ez az iráni pénz, nyugati pénzeknek egy jelentős része. Tehát én azért mondom, hogy gyakorlatilag a pénzükön finanszírozták azt, hogy a saját állampolgáraikat, amerikai, brit, francia, stb. Állampolgárokat a Hamas megöljön és elrabolja. Csak jelezni szeretném, hogy néha akad egy picit a jel, de tudtunk még követni, és bízom benne, hogy a nézőink is fognak tudni majd követni. De azért szólok, hogyha újra el kellene kezdeni egy gondolatmenetet, mert nem ért esetleg át a jel. Ez az instabilitás még mindig a hadi állapotnak köszönhető, mert napokban többször beszéltünk, és azért nem mindig volt egyszerű megteremteni a kapcsolatot, hogy finoman utaljak a realitásokra itt a néző kedvéért. Nem, itt nem, én most Jeruzsálemben vagyok az irodámban, itt semmi, itt legfeljebb az IT-s gyerekek úgy látszik nem végzik rendesen a munkáikat, de ez nem a háborús cselekedeteknek tudható be. Ez nagyon fontos dolog volt, amit az előbb itt elmondtam, és nagyon szívesen elmondom még egyszer, hogyha szükség van rá. Szerintem érthető, követhető, világos volt. Beszélgessünk egy picit még támadásnak a kezdetéről. Okay. Hogyan ér téged a kezdete a támadásnak? Hát ez igen, a nagy tragikumban volt egy komikum is, mert én pénteken igen későn feküdtem le aludni valami éjjel 2-kor, vagy valami ilyesmi 2:30-kor. És tehát reggel... nem számítottál te sem erre? Ja nem, természetesen, hogy nem számítottam, nekem semmilyen felelősségem nincs, én nem vagyok a katonai hírszerzés kötelékében, nincs semmilyen felelősségem ezek felett a dolgok felett, és reggel olyan 7 óra magasságában, most az pontos időket nem tudnám megmondani, kaptam egy telefont a közvetlen felettesemtől, aki ott lakik az egyik ilyen gázamenti kibucban, és azt mondta, hogy a kibuca jelenleg az életéért harcol, és hogy vegyem át az ő, úgy, tehát az egész főcsoportnak az irányítását, mert ez van, és kérdeztem, de úristen, mi történt? És azt mondja, hogy nézd meg a hírekben, a többit majd megtudod. Letette a telefont, és akkor
gyakorlatilag két napig nem is hallottam, nem is tudom, tehát két vagy három napig nem is hallottam, ez a közvetlen felettes, nem is hallottam felőle. Következő telefon pedig a hadseregtől jött, hogy azonnal szedjem magam és menjek el valahova, és akkor itt volt egy dilemma, mert van két úr szolgája, van Molière-nek egy ilyen drámai, igaz, a két úr szolgája, és akkor mint két úr szolgája tevékenykedtem egy héten át, és megpróbáltam mindenkit kielégíteni, hogy mindenki meg legyen elégedve, ha valamit kapott, és aztán leszereltek tulajdonképpen ma hajnali hatállyal megszűnt a katonai beosztása, mondjuk úgy. Ezért tudunk most beszélgetni videón. Igen, ezért tudunk beszélgetni videón, különben csak hangon tudnánk beszélni, és gyakorlatilag bármikor visszaránthatnak. De hát ez az egy hét, ez 10 év volt az életemből, tehát ez egy ilyen örökké valóságnak tűnt ez az egy hét. Mit jelent két úr szolgájának lenni, hogy egyszer el kellett látnod a munkádat, meg ezt másokra is gondolom igaz volt, akinek olyan munkájuk van, hogy nem volt szabad, mert nem lehetett leállítani a tevékenységüket, és közben meg menni kellett is keresni a terroristákat? Hát én mondjuk nekem nyilvánvaló, hogy 54 évesen, vagy majdnem 54-53 évesen nem az én feladatom az, hogy a kibucokba hajkurászak terroristákat, ahhoz már egy kicsit öreg vagyok, mondjuk úgy. De az egy kicsit lövöldöztél te is. Hát erről inkább nem beszélnék, ezt hagyjuk. Hát volt mindenféle, és gondolom még lesz is mindenféle, de ez a velejárója a dolognak, tehát a mindennapi munkámban is vannak ilyen dolgok, tehát ez önmagában nem jelent újdonságot, de ugye például a képekről nem is akarok beszélni, mondjuk a szag, amit az ember magával hoz egy ilyen esemény után, akkor az úgy ott marad az órában egy életre. Egy ilyen édeskés, fémes, égett szag, a hulláknak, meg a kordítnak, meg a mindenfélének a szaga, és ilyen borzalom, hogy benézel egy autóba, már nincsenek ott a holttestek az autóban, már elvitték a holttesteket, de látsz töltényhüvelyeket az autóban, és látsz ilyen három gyerekszéket hátul, és ilyen töltényhüvelyeket a gyerekszéken. Az mit jelent? A háború nyelvén olvas, hogy nem elég, hogy megölték őket, hanem bedugták a fegyvert az autónak az ablakán, és még beléjük eresztettek egy-két sorozatot, hogy meggyőződjenek róla, hogy meghaltak mind. És ott a hátsó üléseken is, ahol a három gyerekszék van, ott is töltényhüvelyek voltak, ilyen Kalasnyikov töltényhüvelyek az autónak a padlóján, tehát megérted ezekből az apró képekből, hogy mi történt ott két órával, mielőtt odaértél. Tehát ilyen dolgok. Ez megdöbbentő kegyetlenség. Hát én nem mondtam semmit. Aki akarja látni a háború pornográfiáját, ezeket a képeket meg lehet találni. És a másik fél nagyon büszke ezekre a dolgokra, és ugyanakkor vannak nyugaton igen sokan, akik ezt teljesen természetesnek veszik, hogy ezeket a nem is tudom milyen a tatárjárást idéző atrocitásokat, vagy Conan a barbárt idéző atrocitásokat, ezeket olyan természetes, meg olyan megpróbálják kontextusba helyezni. Nagyon hálás lennék, ha valaki elárulna azt, hogy mi a kontextusa annak, és most teszek három pontot, hogy ne írjam le a borzalmat. Mondom, megspóroljuk ezt a nézőknek, hogy leírjam azt a borzalmat, de képzeljék el körülbelül a legrosszabb dolgot, amit egy ilyen Hieronymus Bosch festményről el tudnak képzelni, és akkor azt helyettesítsék be. Tehát mi a kontextus egy ilyen cselekedetnek pontosan? És te személyesen hogyan dolgozott fel? Én személyesen úgy dolgozom fel, hogy én nem gondolkodok, igyekszek nem érezni. De nem akarom érezni azokat az érzéseket, amik föltolulnak az emberben, mondjuk úgy. Nem gondolok a képekre, nem nézem a képeket, nem nézem a videókat, megpróbálok én teljesen technokrata szinten hozzáállni a dologhoz, mert különben a hüllői agy elhatalmasodhat az emberen, és ebben kell vigyázni. Tehát meg kell őriznünk a hideg, józan ítélő képességünket, és ez az egész, a bosszúnak az egészben csak annyi funkciója, vagy csak a bosszú ebben az egészben csak instrumentális lehet. A bosszú csak olyan szempontból hasznos, hogy egyfajta elrettentés kreál, de soha nem szabad megengedni, hogy a bosszú az egy személyes ösztönnek a megnyilvánulása legyen. Ez csak egy eszköz lehet, nem lehet egy cél. Ismersz olyanokat, akik meghaltak, eltűntek, elrabolták őket? Nekem nagyon érdekes dolog, mert most neveztek ki ezelőtt egy rövid idővel nekem egy helyettest, és egy fiatal, nálunk van egy különleges alakulat, az egyik különleges alakulat alegységének a parancsnokát nevezték ki a helyettesemnek, és találkoztam vele az első órákban, mondjuk úgy, és oda nem volt felszerelése, és a családja ott volt bent az egyik ilyen kibucban. Oda nem mehettem vele, de odaadtam neki a gépkarabélyomat, a golyóálló mellényemet, a málha mellényemet, mindent, és minden elveszett vele.
de azóta nem hallottunk róla. Tehát amit tudunk róla, hogy a házának eljutott a saját házáig, a házának a bejáratán nem tudta bezárni annak a biztonsági szobának az ajtaját, és ezért a házának a bejáratánál harcolt, ott sebesült meg, a feleségét meg a két lányát elhurcolták, de valahogy sikerült kiszabadulniuk, és akkor látták utoljára Oádot, és eltűnt ő is, meg a kisfia is. Nem tudjuk mai napig, hogy mi történt velük, hogy elrabolták őket, vagy megölték őket, nem tudjuk. Tehát gyakorlatilag az egész háborút ebben a kereplővel végeztem, ami itt van a hátam mögött, és csak az utolsó napon sikerült szereznem magamnak egy gépkarabét, amivel tényleg lehet dolgozni, és talán én voltam az egyetlen, aki egy évvel játékszerrel futottam végig ezt az egész bolondokházát, azt a káoszt, ami az első órákban volt. De ilyen talán Mad Max, ha valaki emlékszik a filmre, ilyen Mad Max szintű káosz. Egy ilyen fékevesztett és törvényét vesztett világ káosz. Hogyha kemény, amiket mondasz, de hogyha belegondolunk ebbe, hogy nem tudod, hogy mi történt pontosan a helyetteseddel, akivel azért vélelmezhetően elég szoros a kapcsolatod, akkor ez azt is jelenti, hogy még állami szinten, adminisztratív szinten nem sikerült feldolgozni, sem lehet tudni, hogy ki az, aki él, ki az, aki meghalt, ki az, akit elraboltak? Tehát még mindig káosz van? Én azt hiszem, hogy először is alakítottak egy akciócsoportot, és az akciócsoport parancsnoka, egy ex-parancsnokom, Gál Hirsch tábornok, az akciócsoport parancsnoka, az ő feladatuk az, hogy minden információt összeszedjenek, és úgy a terepről, mint a hírszerzési forrásokból, a családoktól, ilyenkor DNS vizsgákat vesznek. Tehát van ennek egy kialakult módszertan, valamikor én is szolgáltam ebben az alakulatban, ahol ilyen eltűnteket keresnek, hihetetlenül érdekes történetek, de nem ilyen mennyiségben. Tehát kerestünk több évtizeddel ezelőtti háborúknak az eltűntjeit, vagy a most zajló háborúknak az eltűntjeit a második libanoni háború alatt, az is egy külön érdekes dolog, hogy a harccselekmények alatt ott mászkálsz a harcolók között, és keresed egy eltűnt katonát, mert valahogy el kell vele számolni, de itt 1500 ilyen. Tehát nem 1500, hanem több száz ilyen esetről lehet szó. Igazából nem tudjuk, hogy mennyi, és mondjuk a másik fél se könnyíti meg a dolgunkat, ahol itt nem egy civilizált államról van szó, melyik átadja a hadifoglyok listáját a Nemzetközi Vöröskeresztnek. Ez egy terrorállam, terror elkölcsökkel, és valószínűleg a végük is olyan végük lesz, amit egy ilyen terror szervezet megérdemel. És azt lehet tudni, hogy mire használják, vagy használnák azokat a személyeket, akiket elraboltak? Mert itt a sajtóban elég ellentmondásos hírek jelentek meg ezzel kapcsolatban, hogy volt az, hogy elkezdték kivégezni őket, volt olyan hír, hogy akkor elkezdtek egyezkedni fogolycseréről, volt olyan hír, hogy akkor ha nem megy be Izrael, és nem kezdenek el nyomást gyakorolni Gázára, akkor szabadon fogják engedni. Most mi a helyzet? Mi az igaz ebből? Hát itt gyakorlatilag két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy a Hamas kormánya kompetens ellenőrzést képes gyakorolni a különböző fegyveres csoportok és a civil lakosság fölött bizonyos szinten. És hogyha ez így van, akkor a tuszoknak az élete per pillanat nincs veszélyben. Miért? Azért, mert valuta. Tehát egy nagyon, nagyon magas értéket képvisel minden egyes élő, minden egyes halott, minden egyes holttest, és minden egyes holttestnek a darabja, amit elvittek, az is nagyon komoly valutának számít. Tehát, hogy el tudták vinni valakinek valamelyik testrészét, mondjuk egy katonának, amelyik széttépett egy robbanás, de el tudtak vinni valamilyen testrészt, még az is egy igen komoly valutát jelent. Zsidó vallásban el kell temetni az utolsó csepp vérig mindent a halottal, tehát ennek is van egy szentsége, és nagyon komoly értéket képviselnek. Ha a Hamas nem képes kompetens és hatékony adminisztratív ellenőrzést gyakorolni, akkor ott borzalmas dolgok történhetnek, és hallottunk ilyen híreket, hogy például a csecsemőket, amiket elraboltak, ott odaadták a gyerekeiknek, ilyen zsidó baba játszanak velük, meg ilyen dolgok. Most én nem tudom, hogy ezekből mi a valóság, és mi az információs hadviselés. Tehát lehet, hogy most ad abszurdum ezeket a tuszokat elhelyezték relatíve civilizált körülmények között, és megpróbálják őket megvédeni, önérdekből, tehát megfontolásból, önérdekből és számításból, de az is lehet, hogy a legrosszabb dolgok történtek velük. Tehát látva azt, hogy ezek az úriemberek miket cselekedtek ott ezekben a közösségekben, fölkészülhetünk a legrosszabbról is. Indult mentőakció
foglyok visszaszerzéséért? Mit lehet tudni? Voltak rajtaütések Gázában, sikerült hazahozni néhány holttestet, hogy mi történt valójában, nem tudom. Nem tudom. Lehet, hogy majd később ki fognak derülni dolgok. Egyszerűen nem vagyok semmilyen információnak a birtokában ebben kapcsolatban, úgyhogy nincs semmi értelme elméleteket gyártani. Gáza. Érkezett egy elég erős válaszreakció Izraeltől, de ahogy beszéltük, egy precíz válaszreakció. Elkezdték lőni, ráadásul repülőkről elsőbb a légicsapás szempontból támadták Gázát, és hát nyilván a terroristákat. Folyamatosan nézi hát nem csak ilyen ismerőseim is, és akiket nagyon érdekel ez a téma, és nem értik, hogy akkor most mi történik. Most akkor légicsapások, indul a szárazföldi hadművelet, nem indul, elindult, nem indult el, abszolút értetetlen. Mi történik? Most hétfőn beszélgetünk 16 óra 32 perc jelenleg, tehát ezt hozzáteszem magyar idő szerint, tehát amit most mondasz, az ez idő szerint igaz. Én nekem kicsit nehéz megérteni, hogy mi az, amit nem értene. Hát volt egy, ezeket a dolgokat föl kell osztani analitikai részekre. Volt egy terrortámadás. A terrortámadás először volt egy spontán ellenlökés a környező települések lakosaiból és az önkéntesekből, akik csatlakoztak hozzájuk. Ez volt a második lépés. A harmadik lépés az volt, hogy megérkezett a hadsereg, és a különleges alakulatok is elsöpörték a terroristákat, és kitisztították a területet, újra lezárták a határt. Hát most ez az a pillanat egy beszédben, mikor tartunk egy hosszú hatásszünetet, kifolyjuk a levegőt, iszunk egy pohár vizet, és belenézünk a kamerába. Tehát nem kell sietni sehova. Még egy nap, még két nap, még három nap, nem történt semmi. A légierő közben egy idő ember elhagyta az otthonát, mert menekül, tartva attól, hogy akkor itt hamarosan szárazföldi csapás következik. Akkor Izrael kivár, hogy meneküljenek azok, akiknek menekülniük kell, és csak a harcosok maradjanak? Teljesen egyértelmű, hogy ettől a pillanattól fogva Izrael szinte minden szempontból az idő Izrael már hajtja a vizet ki, egyetlen egy dolgot kivéve. Az a szimpátia ablak, amelyik megnyílt a támadás után, az fokozatosan bezáródik. Tehát ilyen szempontból az idő nem Izrael már hajtja a vizet, viszont minden más szempontból a Hamas, amit látunk, ezeket a rakétatámadások, ezek főleg olyan rakéták, amiket eleve időzítve fölállítottak, mondjuk egy ponyva alatt, vagy egy tető alatt, beállították egy bizonyos irányba, egy óraművel, vagy távolról megpróbálják őket elindítani, vagy mobiltelefonokkal elindítják őket, és akkor kilövik ezeket a rakétákat. Tehát ezen kívül sok egyéb dolgot nem tudnak tenni ellenünk. Vannak próbálkozások rajtaütésekre, úgy a föld alatt, mint a levegőben, mint a tengeren keresztül, mint a felszínen, a szárazföldön keresztül, de most már a hadsereg készen áll. Tehát most már elvesztették a meglepetésnek az előnyét, és az idő gyakorlatilag katonailag legalábbis, ha nem is politikailag, Izrael már hajtja a vizet. És akkor miért ne várjunk ki? Minden egyes gázai lakos, amelyik elhagyja az övezetnek az északi részét, az egyel kevesebb élő pajzs, ami mögé egy terrorista el tud bújni, egyel kevesebb fejfájás, egyel kevesebb civil, akiről gondoskodni kell. A légitámadások közben folyamatosan működnek, a tűzérség működik, a hírszerzés működik, a haditerveket pontosítják, van egy folyamat, ami a haditerveknek a jóváhagyásáról is szól, tehát nem lehet egyik napról a másikra ezeket a dolgokat reflexíven végrehajtani, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon bölcsen tették, hogy nem született meg ennyi reflexív válasz, hogy most akkor elöntjük az övezetet 400 ezer katonával, és akkor reprodukáljuk azt, amit láttunk ott az Izrael kibucaiban ezt a káoszt. Tehát nagyon fontos, hogy a hadsereg hadseregként harcoljon, és szervezetten, és okosan, és egy politikai cél elérése érdekében. A katonai eszköz csak egy eszköz. Nem semmiképpen. Ez egy nagyon, nagyon fontos, hogy a modern háborúban, és ezt már többször elmondtam, a Clausewitz-i ideális típustól eltérően nem a maximális szinten kell alkalmazni az erőszakot, hanem egy méretre szabott szinten, egy politikai cél elérése érdekében. És a politikai vezetés kijelölt bizonyos célokat, és azokat kell elérni. És akkor ezt emiatt vár most Izrael, viszont mondta el egy fontos gondolatot, az emberi pajzs, az emberi védőpajzs kérdése. Ezt kifejtenéd esetleg, mert Magyarországon
relatíve széles körben ismert ez a jelenség, de csak relatíve. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki érti, és sokszor ugye csak az jön át, hogy Izrael mennyi palesztin gyereket gyilkolt meg, ami nyilván rossz, mennyi civilt gyilkolt meg a gázai övezetben, ami nyilván rossz, és nyilván az ember sajnálja az egyedi eseteket, de hogy ez technikailag, gyakorlatban hogy néz ki, milyennek az oka? Ennek egyetlen egy oka van, az az oka, hogy van egy terror hadsereg, amelyik a civil lakosság háta mögé bújik el. Tehát abban a pillanatban minden normális, épeszű nyugati társadalom megpróbálja megvédeni a legértékesebbet, ami van neki, a nőket és a gyerekeket. A férfiak el, ha egyszerű használatra valók, tehát a férfiaknak az a dolog, hogy harcoljanak és meghalljanak, ez teljesen természetes, ez így volt, amióta a világ, és ez egy olyan dolog, amit a biológiai múltunkból hoztunk magunkkal. A nőstények értékesek, a fiatalok értékesek, mert ők viszik a géneket tovább, a férfiak teljesen elhasználhatóak, semmi, egy bizonyos szint után már semmilyen biológiai jelentőségük nincs. Tehát így működik egy épeszű társadalom. Egy nem épeszű, egy nem a biológiai ösztöneit nem teljesen birtokoló társadalom úgy működik, hogy a harcosok a nők meg a gyerekek mögé bújnak el. És ilyen szempontból, a Hamas szempontjából egy halott arab kisgyerek, meg egy halott zsidó kisgyerek, az ugyanabb az oszlopba adják össze ezeket a számokat. Számukra ez épp olyan politikai hasznot jelent egy halott zsidó kisgyerek, mint egy halott arab kisgyerek. És ezért az arab kisgyerekek háta mögé bújnak el, meg a nők mögé, meg általában a civil lakosság háta mögé. Tehát láttuk azt, hogy vannak ilyen légifelvételek, hogy az utakat, azokat a biztonságos folyosókat, amiket Izrael jelölt ki a civil lakosság számára, hogy ott azon az utakon meneküljenek el, a Gáza vádi túlsó déli oldalára, ahol a hadsereg egyelőre nem fog támadni, azokat az utakat fizikailag leblokkolta Hamas, és felhívásokat intéztek a lakosságnak, hogy maradjanak a helyükön, hogy védelmet biztosítsanak a terroristáik számára az izraeli hadsereg ellen. És itt van egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell. Sokszor hallottam azt a konteót, hogy Izrael újra el akarja foglalni Gázát, mert most itt ki akarják használni ezt az alkalmat, hogy kisöpörjék a lakosságot, de itt van egy nyomdahiba. Van egy nyomdahiba. Izrael csak a Gáza északi részéről szólította fel a lakosságot arra, hogy távozzanak délre, és az északi részén kapcsolta ki a vizet. Gázának a vízellátásra Izraelből jön a döntő többségében. Az övezet déli részén, ami közel van Egyiptomhoz, és ahonnan legkönnyebb lenne Egyiptomba menekülni, ott nem kapcsolták ki a vízellátást, nem kapcsolta ki Izrael a vízellátást. Pont ellenkezőleg. Izraelnek az a célja, hogy a lakosság kivonuljon, az a civil lakosság elhagyja azokat a területeket, ahol harcok lesznek, és oda, hova mehetnének, ott pedig megpróbálunk nekik vizet, további vizet biztosítani, biztonságos környezetet, hogy a civil lakosságot a lehető legkevesebb kár érje. Tehát akkor ez nem egy kegyetlenség, ami történik, hanem egy befolyásolása a folyamatoknak, meg hát nem is a folyamatoknak, az embereknek, hogy nem maradjanak azokban a régiókban, ahol támadás fog indítani várhatóan Izrael. Igen, ez teljesen egyértelmű. Tehát van itt az országnak a saját morális álláspontja, és nem kisgyerekekkel, nem nőkkel és nem idős emberekkel állunk szembe, hanem egy terrorhadsereggel, a terror néphadsereggel állunk szembe, a terroristákból álló néphadsereggel állunk szembe, őket akarjuk felszámolni, és nem a civil lakosság ellen akarunk harcolni, ezt szeretnénk elválasztani az olajat a víztől, mondjuk úgy, hogy ne keveredjen az olaj a vízzel, az olaj menjen a Gáza váditól délre, és a víz pedig maradjon északon, és a terroristákkal majd mi elbeszélgetünk az ismert módszerekkel, tehát erre van egy kialakult módszertanunk, ebben semmi probléma nincs, de nem akarunk civileket bántani. És van itt egy józan önérdek, és Izraelnek nem érdeke az, hogy a világsajtót bejárják ezek a borzalmas képek, hogy Izrael civil lakosságot támad, gyerekeket, nőket, idős embereket, ezt igyekszünk minél... Pedig bejárják, és bejárták. Igen, látjuk, hogy van egy nagyon tudatos PR stratégia Hamas részéről, hogy megpróbálnak a média mögé bújni, megpróbálják azt a szimpátiát fölkorbácsolni elsősorban az arab világban, másrészt azokban a nyugati körökben, amik amúgy is nekik drukkolnak. Tehát van egy ilyen dolog. És hogyha nem lennének ilyen képek, nyilvánvaló, hogy vannak ilyen képek, nem lehet, objektíven nem lehet megakadályozni azt, hogy civilek is áldozatul essenek. Hogyha a Hamas tényleg meg akarná védeni
a saját civil lakosságát, akkor ott helyezkedne el a határon az ellenséges hadsereg és a saját civil lakossága között. Pont úgy, hogy a magyar hadsereg is, tudom én, a második magyar hadsereg is a Donnál harcolt a szovjetek ellen, és nem bújt a budapesti lakosoknak a háta mögé, tudom én, a Hüvösvölgyben, nem ott bújt el a második magyar hadsereg, hanem a Donnál harcolt. Tehát egy normális hadsereg így viselkedne, megállna a határon, beásna magát, és megpróbálna ott megállítani az izraeli hadsereget. De nem ezt látjuk. És nagyon sajnálatosnak tartom, hogy néhány kollégám, profi elemzők ezeket a dolgokat nem tudják, vagy nem akarják észrevenni. Tehát, hogyha ez egy normális állam, egy normális hadsereg lenne, akkor ott harcolnának ellenünk a határon, és nem bújnának a gyerekek háta mögé. Úgy fogalmaztál, hogy meg kell várni, amíg elválik egymástól a víz meg az olaj. Nyilván itt a civilekre és a terroristákra gondoltál. De mintha beindult volna egy nagyon furcsa kevergés, vagy keveredés ott a régióban, hiszen azért most már nem csak arról lehet beszélni, hogy Izrael a Hamásszal van összetűzésben, hanem úgy tűnik, mintha már a Hezbollával is. Hát, ezt inkább úgy mondanám, hogy a Irán az évek folyamán megpróbálta elrettenteni Izraelt, és ugyanakkor körülvenni Izraelt a saját csatlósaival, és ez egy ilyen félholdat alkot, kezdve északon a libanoni Hizballával, Szíriában jelenlevő sita milíciákkal és az Iránon szövetséges milíciákkal, vannak iráni támogatású terrorsejtek Jordániában is, ha tovább haladunk délfelé, Egyiptomban, főleg a Sinai félsziget északi részén, ott van egy az Al-Qaeda-nak a helyi franchise, a helyi fiókja, az Ansar Beit el-Maqdis, szintén bizonyos iráni támogatást élveznek, és ők azok, akik szállítják Gázába ezeket a fegyvereket. Nyugat-Irakban szintén ott vannak a sita, az Iránnal szövetséges sita milíciák, Jemenben ott vannak az Iránnal szövetséges húfik. Tehát látjuk, hogy Izraelt Irán körbevette egy ilyen félholddal, egy ilyen a sitákkal szövetséges félholddal, és ezek azok, akik megpróbálják most levenni a terhet, mondjuk úgy a Hamaszról, avval, hogy különböző provokációkat hoznak létre, és ugyanakkor ők is egy nagyon komoly dilemmában vannak. Tehát a Hizballah maga részéről is egy nagyon komoly dilemmában van, hogy milyen szinten álljon bele ebbe a háborúba. Tehát teljesen egyértelmű a Libanonnak, hogyha ez a kakukkfiók, amelyik ott a fészkében ül, amit Hizballának neveznek, hogyha ez egy nagy intenzitású háborút provokál ki Izraellel, akkor az hatalmas pusztítást fog okozni Libanonban. Tehát a libanoni kormány, a libanoni nép egyértelműen nem akar belekeveredni abba a háborúba. A kérdés az, hogy ott a Hizballah mennyire... Ugye? Vagy nem is tudom, minek lehet nevezni. Mert ugye van többfajta nézőpont, hogy ez egy párt, egy politikai párt, van egy ilyen félkatonai szervezet, meg hát van egy másik olvasat, hogy ez egy terror szervezet. Igen, nagyon-nagyon érdekes dolog. És ez is egy olyan dolog, amit a felületes nyugati kommentátorok nem tudnak megérteni. A Hizballának szintén egy ilyen nem egy Janusz arcú, hanem egy több arcú szervezet. Tehát elsősorban, ahogy mondtad, egy politikai párt, egy legitim politikai párt a libanoni parlamentben. Ugyanakkor az egyetlen frakció Libanonban, amelyik megtartotta a saját fegyveres milíciáját, amelyik paradox módon erősebb, mint a libanoni hadsereg maga. És ugyanakkor ez egy szociális hálózat is, tehát a dawa, hogy arabul mondják, a szociális hálózat, iskolák, kórházak, idősek otthona, tehát ahol az libanoni állam nem tud funkcionálni, ott a Hizballának a dawája, ezek a szociális intézményei működnek, és valamilyen módon... Állam az államban, és épp ezért teszi őket olyan nehezen támadhatóvá. Tehát ez egyik leghatékonyabb kombináció, ebben kapcsolatban írtunk egyszer egy cikket a volt főnökömmel, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a volt igazgatójával, írtunk egy cikket ebben kapcsolatban, hogy ez talán a legpotensebb kombináció, amikor van egy ilyen terrorszervezet az államon belül, akkor gyakorlatilag minden támadás, ami ezt a terrorszervezetet éli, az államon csattan, és a terrorszervezet ő maga pedig meg van védve ennek az államnak. Akkor a Hamász is ugyanez a képlet Gázában? Mert hogy... Nem, az itt esett. A Hizballah féle képlet, ez volt Afganisztánban. Tehát volt egy ez a tökéletes, azt mondod, most rossz értelemben, de hogy idézőjelben tökéletes. Ez a tökéletes kombináció, az Al-Qaeda, amit körülvesz egy talib állam,
tehát olyan, mint a tojás sárgája a tojás fehérjén belül, vagy a Hizballah, amit körülvesz egy libanoni állam, és akkor minden támadás, ami éri őket, gyakorlatilag annak az államnak a lakosságán csattan, amelyik nem feltétlenül kötődik ebbe a terrorszervezetbe. De a Hamas egy teljesen más mese. A Hamas ilyen szempontból egy állam. A Hamas egy de facto állam. Ott van egy politika, tehát veszük a Clausewitzi háromszöget, nagyjából erről szól a cikkünk, tehát a Clausewitz arról beszélt, hogy ebben a háromszögben van egy politikai vezetés, van a hadsereg és van a nép. És mikor ennek az egésznek van egy területe is, akkor abból a gerilla szervezetből állam lesz. Abban a pillanatban, hogy van egy politikai vezetés, van hadsereg, van egy lakosság, amelyik támogatja, akkor ez egy gerilla szervezet. Mikor ez a gerilla szervezet átveszi az ellenőrzést egy terület fölött, akkor ezt úgy hívják, hogy állam. Ez az állam. És a Hamas egy állam, egy de facto állam. Teljes akkor mértékben. Egy pillanatra még a Hamasra ugorjunk vissza. És akkor ebből a háromszögből közelítsünk. Ami területtel már négyszög tulajdonképpen, adott egy politikai szervezet, egy politikai irányítás. Ez a politikai irányítás kontrollálja, irányítja a katonai részleget. A kérdés egyik része, és akkor másik része meg majd nyilván lesz a lakosságot is, de most a katonai részlegre fókuszáljunk. Én azt hiszem, hogy ezek a különbségtételek a politikai meg a katonai döntéshozatal között, ezek ilyen analitikus dolgok. Hát mondjuk az Ahmad Yassin sejk, aki megalapította a Hamaszt, ő nem csak a világ az adminisztratív vezetője volt a Hamasznak, vagy a civil vezetője, hanem katonai parancsnoka is volt. És az, hogy a Hamasznak a vezetői egy részük különben nem a gázai övezetben él, hanem biztonságban élnek Dohában, Katárban vagy Damaszkuszban, sütetik a hasukat a napon, miközben a népük ott egy kataklizmikus háborúra készül Izrael. Na bocsánat, pont ez volt, amit meg akartam kérdezni, és már részben válaszoltál is, hogy akkor a nép nem tudja leváltani a politikai vezetést? Nem, hát a Hamas az egy olyan erőszakszervezet, amelyik pont úgy, mint a kommunistákhoz, a bolsevikokhoz hasonlóan Oroszországban erőszakkal ráült egy népnek a nyakára. Az a nép nyilvánvaló, hogy maga is egy erősen radikalizált nép volt, de nem egy ilyen vezetőséget akart volna magának talán. Az történt, hogy 2005-ben voltak választások úgy Gázában, mint a palesztin autonómia területén, és a népnek annyira elege volt a palesztin autonómiának a kleptokratáiból, meg a titkos rendőreiből, meg a martalócaiból, hogy inkább a Hamaszt választotta meg. Viszont a Hamasz soha nem kapta meg tulajdonképpen a gyeplőt, mondjuk úgy, és Abu Mazennek a 4 éves elnöki ciklusa 2005 óta tart tulajdonképpen, és erre válaszul a Hamasz megpucsolta Gázában a palesztin autonómiának az uralmát, a palesztin autonómiának a hírszerzőt, Muhammad Dahlannak a hírszerzőit, meg a fogmegjeit, meg a kínzómestereit a 8. emeletről hajították le, és akkor ez a vallásos terrorszervezet ült a gázai népnek a nyakára, akik messze menően támogatják. Tehát, hogyha most választások lennének a palesztin autonómiában, Cisziordániában, Judeában és Szamáriában, egyértelműen a Hamasz kerülne uralomra. És ez, akkor ami ezt teljesen ez a demokratikus választás lenne? Abszolút, teljes mértékben. Olyan szinten, olyan az úgynevezett békepart, igen, ez a tragédia. Olvasok ilyen nagyokos nyugati elemzőket, meg politikusokat, akik a békepartnerről beszélnek, meg a palesztin autonómiáról, mint megoldásról beszélnek. Itt a probléma nem az, hogy Izrael nem akarja a palesztin autonómiát partnernek, a palesztin nép nem akarja őket. Nem akarja őket. Tehát, hogyha holnap választások lennek, vagy akár választások nélkül is, a Hamasz bármikor átveheti az uralmat Cisziordániában is, azokon a területeken, ahol most a palesztin autonómia kleptokráciája uralkodik. Tehát ez a tragédia a dologban. A palesztin nép maga nem akarja az autonómiának az uralmát, annyira korruptak és annyira inkompetensek voltak, hogy például szociálisan az egyetlen szociális szolgáltatásokat kinyújtja döntő mértékben a Cisziordániában is, Júdeában is, Omronban a Hamasz, épp úgy, mint a Hizballah Libanonban. Ez a tragédia. Ha megkérdeznénk a palesztin kisembert, hogy kit szeretne, én azt hiszem, eddig a támadásig azt mondták volna, hogy a Hamas szeretnék. Én azt hiszem, hogy ez a támadás egy kicsit úgy elgondolkoztatta őket, mert arra gondolhatnak, hogy lehet, hogy avval, hogy a Hamasra szavaznak, vagy a Hamasszal akarják leváltani a palesztin autonómiát, egy ilyen iszlám állam szerű rémuralmat ültetnek a saját nyakukba is.
tehát tisztában vannak abban, hogy az, ami megtörtént a Izrael kibucaiban, megtörténhet holnap az arab falvakban is, hogyha Hamas veszi át az uralmat. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy kicsit megkopott a Hamasnak a patinája az arab lakosság körében is, mert látták, hogy ezt teszik a zsidókkal, akkor ezt fogják tenni velük is, hogyha valamilyen hajszálat találnak a moslékban. Bocsánat, próbálok egy nagyon buta hasonlatot a saját magam kedvéért, meg talán a nézők hallgató kedvéért is találni, akkor ez most így ránéző a térképre, ez olyan, mint hogyha az történne Magyarországon, hogy a valamelyik szlovák párt ki szeretné terjeszteni a hatalmát Horvátországba, és Magyarországon keresztül próbál meg különböző akciókat, meg egyéb dolgokat ennek érdekében foganatosítani? Többek között csak ennél hatványozott, ez igaz, csak hatványozottan. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a Hamasznak az ideológiáját, ez a muszlim testvéreknek az ideológiája múlt század 20-as éveiből Hassan el-Banna, meg Said Kutubnak az ideológiája. Az ő ideológiájuk az, hogy egy mondatban az iszlám a válasz. Az iszlám a válasz. Tehát az iszlám államoknak, az iszlám államainak az összes problémájára, társadalmi, szociális, gazdasági problémája az iszlám a válasz, és ahhoz, hogy ezt megvalósítsák, az iszlámnak kell uralkodnia, vissza kell térni az iszlám értékeihez, a 7. századi értékeihez, először az arab államokban, utána pedig az egész világon. Tehát ez az ambíció az egész világra vonatkozik, és nem csak erre a kis területre. Világos, elkezdtünk itt körözni Izrael körül, és érintettük akkor Gázát, ahonnan az egész kiindult. Elkezdtünk itt már a hatásokról beszélni. Akkor érintettük részben Cisjordániát, ami egy külön izgalmas kérdés. Érintettük Libanont, amire azt mondtad, hogy a Hezbollah szívesen csatlakozna és szívesen megtámadná Izrael, csak nem biztos, hogy nagyon örülne neki egyébként az országnak a vezetése. Azért van itt még egy pár szomszéd, vagy hát egy érdekes közeli barát, vagy közeli ellenség, Szíria? Ami Szíriát illeti, Szíria egy nem teljesen szuverén, nem mondjuk úgy, hogy nem gyakorol teljes szuverenitást a területe fölött, és a szír kormány olyan szinten függ az iráni segítségtől és a különböző milíciáktól, Irán által támogatott milíciáktól, hogyha Irán azt az utasítást adja nekik, hogy lépjenek be valamilyen szinten, vagy tegyék lehetővé azt, hogy a területekről harci cselekményeket kövessenek el Izrael ellen, akkor a szír állam kénytelen lesz ebbe beleegyezni. És láttuk már, hogy a háború kezdete óta kilőttek 8 rakétát szír területről Izraelre. Volt több tucat támadás Libanon irányából, több tucat provokáció, de Szíria irányából is volt 8 rakéta, amit kilőttek Izraelre. És attól nem tart Izrael, hogy esetleg onnan is valami többé-kevésbé szervezett támadás indul el? Nagyon fontos proporcióba helyezni a dolgokat. A 73-as háborútól eltérően jelenleg nincs meg az a veszélye, hogy hatalmas arab hadseregek állnának az izraeli határon. Tehát a 73-as háborúban volt egy óriási hadserege Egyiptomnak, volt egy óriási hadserege Szíriának, és ami támogatta őket hátulról az atomfegyvereivel, meg a többi eszközével, az a világ egyik szuperhatalma volt, az atomfegyverrel felszerelt Szovjetunió. Szóval az atomhatalom Szovjetunió volt. Tehát ez volt a 73-as képlet, és sokkal-sokkal veszélyesebb képlet volt, mint most. Most azok, akik Izrael határain állnak, azok terrorszervezetek, gerillák, hatalmas rakétaarzenállal rendelkeznek, de nincs egy nagy konvencionális hadsereg, nincsenek harckocsi dandárok az izraeli határokon, amik fenyegetnék Izraelt. Tehát én azt hiszem, hogy az ország nincs egzisztenciális veszélyben, legalábbis per pillanat én nem látok ilyen egzisztenciális veszélyt. Viszont ez azt jelenti, hogy Egyiptomtól se számít Izrael most ellen, akár támadásra, akár pozitív beavatkozásra, vagy pozitív irányú segítésre a terroristák oldaláról? Ami Egyiptomot illeti, én egyetlen egy forgatókönyvben tudok elképzelni, hogy Egyiptom beleavatkozik ebbe a háborúba. Ez csak akkor történhet meg szerintem, hogyha kialakul egy óriási menekült áradat, és Egyiptom attól tarthat, hogy a gázai övezet lakosságát ott találja mind a 2,5 millió embert egyiptomi területen. Tehát Egyiptom, sajnos már nincs időnk, nem sokára ki kell jelentkeznem, de egy nagyon-nagyon érdekes látni, hogy Egyiptom megpróbálja egyrészt nyitva tartani a határt egy egész-egész minimális szinten, hogy a kettős állampolgárságú gázai állampolgárok át tudjanak jönni Egyiptomba,
megpróbál bejutatni a gázai övezetbe humanitárius segítséget, nem emberbaráti szeretetből, hanem azért, hogy ne keletkezzen ott egy olyan humanitárius válság, ami arra késztetni a gázai lakosságot, hogy áttörjön az egyiptomi határon, és Egyiptomba meneküljön, és Egyiptomba kreáljon egy humanitárius válságot. Ugyanakkor mindent megtesz, hogy ezt a lakosságot Gázában tartsa is. Tehát ugyanakkor ez a gázai lakosság mindig egy ilyen emelő rúd, vagy Egyiptom kezében, amivel Izraelre nyomást tud gyakorolni. Tehát politikailag ez egy nagyon-nagyon hatékony eszköz Egyiptom kezében, és egy, nem akarják ezt elveszteni, kettő, nem akarnak egy óriási menekült problémát a saját területükön. Egyiptom így is nagyon súlyos gondokkal küzdött. Tehát, hogyha itt valami változ, valamilyen válság történik, menekült válság történik, akkor Egyiptom olyan helyzetbe kerülhet, hogy kénytelen lesz katonailag beleavatkozni valamilyen szinten ebbe a háborúba. Én is látom, hogy körülbelül csak 4 percünk van a tervezett beszélgetés időnk végéhez, akkor ebből egy 30 másodpercet, vagy 40-et Jordániára, hogyha szentelnél, hogy akkor ezt a kört bezárjuk. Ja, ami Jordániát illeti, ez is egy olyan dolog, amivel általában nincsenek. Jordánia olyan, mint egy ilyen torta, aminek a tetején van egy cukrozott megy, ez a Hashemita királyi család, egy idegen királyi család, egy szaudarábiai királyi család, akik ráültek a jordániai beduin törzseknek a nyakára, és ők gyakorlatilag ők az elit. Tehát ez a szaudi királyi család és a jordán törzsek, ők képezik az elitet, és alattuk van egy 70%-ot kitevő palesztin lakosság, és ők alakítják Jordániának a lakosságát. Tehát ha egy palesztinát keresünk a térképen, az tulajdonképpen Jordánia, a lakosság 70%-a palesztin arab, és akkor van rajtuk egy ilyen vékony cukormáz, a beduin, jordániai beduin törzsek, és a cukormáz tetején van egy cukrozott megy, és ez a királyi család. És Jordánia gyakorlatilag egy pisztolylövésnyire van a káosztól. Ha bekövetkezik egy ilyen szarajevói forgatókönyv Jordániában, és a királlyal valami történik, király személyével valami történik, akkor az egész ország órák alatt egy káoszba omolhat, és akkor ez a végtelen közel-keleti káosz gyakorlatilag a Jordán folyótól egészen az iráni határig terjedhet ki. Tehát még egyenlőre Jordániának sikerült tartania magát, nagyon fontos Izrael számára, hogy Jordánia megmaradjon, mint egy stabil építőkocka ezen a közel-keleti puzzle-ban, de bármikor megtörténhet ott is bármi. Azt, hogy bezártuk a kört, nem hagytunk ki senkit, ugye? Nem hiszem, hogy kihagytunk volna valakit. Oké, akkor itt a végére hagyd tegyem fel a kérdést, a nehéz kérdést, hogy te mire számítasz most az elkövetkezendő napokban, hetekben, azért bízom benne, hogy a Harctér című műsorunkban újra vissza tudsz térni, és újra tudunk beszélgetni, akkor mondjuk szerdáig, csütörtökig milyen idővonalat, milyen várakozásai vannak, mit tudnám felvázolni? Hát valószínűleg, amit látni fogunk, de ez csak egy ilyen vad jósolgatás. Mitrovics Miklós kolléga mondta egyszer, hogy én csak jósolgatok, hát akkor csak jósolgatnék egy kicsit. És nekem úgy tűnik, a libanoni háború tapasztalataiból volt alkalom 3 évet lehúzni Libanonba, amit fogunk látni egy nagyon intenzív kezdeti időszakot, utána pedig fogunk látni egyfajta platón fognak folyni, és ameddig ez a háborút valamilyen egyensúlyi pontra nem ér Gázában. Most ez akkor fog megtörténni, hogyha az északi front többé-kevésbé stabilá válik. Hogyha valamilyen miszkalkuláció, téves számolás, vagy valamilyen más ok miatt a Hezbollah is belecsatlakozik ebbe a háborúba, az elindított egy olyan spirált, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Egy olyan örvény keletkezhet, ami beszippantja Egyiptomot, beszippantja Iránt, tehát van egy régi Tom Clancy könyv, The Sum of All Fears, az összes félelmek összege, nem tudom mi a magyar címe, de minden megtörténhet. Tehát ami egy ilyen rossz technoszrillerben le van írva, tudom én, amit ugye a repülőtéren megveszünk, és akkor amikor leszállunk a repülőgépről, belevágjuk a kukába, tehát minden, ami ott le van írva, az bekövetkezhet. Záró kérdésem, személyes kérdés. Kérted a nézőket, hallgatókat, olvasókat, hogy imádkozzanak, érted, imádkozzanak. Értetek, most már elhárult a veszély személyesen, meg Izrael tekintetében, nem területileg, kérdezem ezt. Ja nem, hát én az imádko, a mi az imádkozást, én a Tom Clancy féle forgatókönyv
tehát arra azért gondoltam, hogy jó lenne, hogyha imádkoznának értünk, mert megvan ez a Tom Clancy forgatókönyv. Nem, akkor ezt továbbra is adott? Tartottam. Ezt továbbra is adott, igen. Továbbra is adott. De te most már... teljes mértékben. Biztonsága, vagy relatív biztonsága, nagyobb biztonságban vagy, ugye, mint eddig voltál. Én azt hiszem, hogy ezek a terror fenyegetettség az mondjuk jelentősen lecsökkent. Egy általános közel-keleti háború, egy kataklizmikus közel-keleti háborúnak az esélye igencsak megnőtt. És ezért igen jól lenne imádkozni, hogy elhárítsuk ezt a dolgot. Ez csak részben jó végszó, de nem túl pozitív, viszont nagyon realista. Robert C. Castell, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és nagyon szépen köszönöm a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követték a Stratéga külön kiadását Robert C. Castell-lel. Kövessenek, hallgassanak bennünket a következő napokban is. Hamarosan fogunk jelentkezni még a lengyel választásokat értékelendő műsorral. Lánci Tamás lesz majd terveink szerint a vendégünk. Addig is olvassák a Mandinert, kövessék a korábbi videóinkat, viszontlátásra, viszonthallásra. Iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.